Üdvözlet mindenkinek, Kentuckyból, a Hufnagelfangról. Ez alkalommal bemutatom a Resto Mad Trabantomat, amit leginkább Mucán Gábor barátomnak és az önála dolgozó Geri úrnak köszönhetek. Ezen kívül Maje Ádám fényezte nagyon szépen, és szerintem ez a fényezés szebb, mint amikor eredeti volt. Láttam eredeti fényezésű Trabantot. Azt szerettük volna elérni vele, hogy úgy nézzen ki, mintha öreg Trabant lenne. Pedig ez nem öreg Trabant, hanem egy új Trabant, elektromos gyújtása és nagyjából újabb belsővel. Ugye látszik rajta, most cseréltem benne kormányt, mert a régi szétporlott. Ezt a hátsó ülést a Steszkán Sanyinak köszönhetem. Néztem az egyik magyarországi veterán kiállításon, láttam egy Wartburgot egy ilyen üléssel, mondtam, hú, ez olyan nagyon jól néz ki. Kérdeztem a Sanyitól, hogy tud-e ilyet, és véletlenül volt neki. Kis felújításon esett át, rettentő sok pénzbe került lekromozni, meg ilyesmi, de amint látszik, a kislányom babáját nagyon szépen fogja, és egy lehet róla beszélgetni, amikor a kiállításra megyek vele. Ugye, valami érez, itt be van zárva, nem tudom miért. Vonóhorog van rajta, nem azért, hogy húzzak vele bármit is, hanem azért, hogyha neki koccanna valaminek, akkor ne legyen baja. Látszik már ugye, hogy ez az új felállású műszerfal. Az ülését próbálom védeni egy ilyen takaróval, mert azt nehéz ugye megjavítani. Amint látjuk, ezek a gumik majdnem olyanok, mintha eredetiek lennének. Sajnos kicsit koszos lett, mire ide értem vele. De ezt nagyon jól lehet kapni Németországban. Wartburgra, Parkösre sajnos nem lehet kapni. Tisztácsa és magyar gyártás. Látszik itt belül is, hogy minden szépen meg van benne csinálva. Erre a Trabantra nagyon büszke vagyok, még ha nekem nincs is benne munkám, csak pénzem. Ez látszik, ezek a ominózus elektromos gyújtáshoz való trafók. Ugye van benne dinamó helyett generátor, és ugye egy nagyon ritka dolog, az eredeti a benzinszintmérő helyett itten csalunk, mert van benne egy igazi benzinszintmérő, amit a takarékossági a műszer helyébe raktunk bele. Ezt is a Mucán Gábor úrnak köszönhetem. Ezen kívül látható egy akkumulátor, ami úgy néz ki, mintha 6 voltos lenne, de vigyázat, megint csalunk. Ha leveszem ezt a kupakot, nincsen benne semmi. Ott bele lehet nézni, ott csak egy, nem tudom mennyire látszik, ott csak egy ilyen számítógéphez való akkumulátor van benne, savmentesen. És ezt így gyártják itt a veterán autókhoz. Egy kéz és egy láb, mire megveszi az ember, itt úgy mondják, na drága, na. De nagyon jól néz ki. A Varta matricát én raktam rá, mert más matricát nem találtam. De majd csak találok valami kelet-német jellegű matricát egyszer, ami majd oda nagyon jó lesz. Látszik rajta ugye, hogy eredeti kelet-német rendszámot tudtam rátenni előre. Ott van még a, találtam, mikor múltkor ott voltam, eredeti vizsgamatricát is. Vagy mi a fenét. Látszik ezen a Trabanton elől, ugye, hogyha nagyon megpakolják hátul mindenfélével, akkor itt át lehet állítani a lámpáját, hogy lefelé nézzen és ne fölfelé, tehát ne vakítsa a szembejövőket, hogyha túl sokan ülnek benne hátul és meg van pakolva. Ha én ilyen Trabanttal nőttem föl, a nagyszüleim vették az elsőt, utána 5 év múlva az apámhoz került, utána őtőlük meg hozzám, ugye Újpalotán laktunk, ehhez kapcsolódik az első javítási sztorim is, amit talán egyszer megírtam az egyik cikkemben, de már nem emlékszem rá. Ugye elkérdezte, apám mondta, hogy hát olyan hideg van, hogy nem indul be a Trabant. Úgyhogy hát mennyi le, az cserélt ki a dugattyú gyűrűket. Mondom, hát oké, de hát mi a fenn az a dugattyú gyűrű? És akkor apám mondta, ne foglalkozz vele, csak ugye meg tudom, mit kell csinálni. Azt mondja, vedd le ezt, 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 és aztán fölment, mert hideg volt. És én nagyjából szétszedtem a Trabit ott a parkolóba, levettem ugye a mindenfélét, amit tudtam róla, levettem a kibufogót róla, hengereket ki, aztán ugye az a két bilincs, ami fogja a dugattyú csapszeget, az elrepült az egyik, amikor levettem. Hát nem baj, volt másik, fölraktam, ugye a dugattyú gyűrűt nem tudtam cserélni, mert mind eltört a kezembe, hát 13 évesen még ezt nem sokat értettem. És akkor
vettem egy másik dugattyút, fölraktam, motor elindult, nem is értettem hogyan, de elindult. És aztán egy sarok múlva, és akkor megállt. Még tolni se lehetett, se előre, se hátra, na üresbe lehetett tolni, azért visszahoztuk, le kellett pajzszerolni róla a hengert, és ott volt az eltűnt omega gyűrű beépülve a dugattyú szélébe. Ugye ez volt az első Trabant szerelési kalandon. Most ugye ez nekem ugye megmaradt a fejembe, és ezért csinálok ilyen hülyeségeket, hogy Amerikába trabantozok. Még nem sokat, mert ez általában áll a garázsban, de itt kezdődött a dolog. Köszönöm a figyelmet, nézzétek meg a másik videóimat is.